Hillary Clinton and Tim Pei. Erőteljes Clinton ellenes megnyilvánulások törtek a felszínre a Bernie Sanders szenátor támogatók körében már a konvenció megnyitója előtt is. Találkozót tartott az őt támogató kongresszusi küldöttek egy csoportjával. Arra buzdította őket, hogy voksukkal Hillary Clinton támogassák, ám az emberek nem tetszéssel fogadták a kérést, fújolni kezdtek. Trump is a danger for the future of our country and Clinton melletti érvként azt hozta fel, hogy Donald Trump túl veszélyes. A jelenlévők válaszként azt skandálták, mi Bernie-t akarjuk. Hillary Clinton was born for such a time as this. Hillary Clinton neve hallatán felhördült a tömeg egy része a Demokrata párt elnökjelölt állító konvencióján is. Bernie Sanders szenátor, aki hónapokon keresztül Clinton komoly vetélytársa volt az előválasztásokon, hosszas vonakodás után mégis támogatásáról biztosította Clintont. Our job now is to see that strong democratic platform implemented by a democratic controlled Senate. By a democratic House and a Hillary Clinton presidency. A Demokrata Párt országos bizottsága hivatalosan is bocsánatot kért Bernie Sanders vermonti szenátortól azokért az elektronikus levelekért, amelyekből kiderül, hogy a pártvezetés az előválasztási kampányban az ő kárára, Hillary Clinton javára manipulálta a választási folyamatot. A bocsánat kérő hivatalos levelet nem Debbie Wasserman Schultz, a párt vasárnap lemondásra kényszerített elnöke írta alá, hanem az új pártelnök Donna Brazile, aki egyelőre ideiglenes pártelnök és a konvenció után veszi át ténylegesen a párt irányítását. A WikiLeaks által a hétvégén nyilvánosságra hozott levelekből az derül ki, hogy Wasserman Schultz többször hazugnak nevezte Clinton vetélytársát, munkatársaival különféle Sanders szenátort negatívan beállító történeteket talált ki, sőt egyes államokban még azt is fel akarták használni, hogy Sanders zsidó származású. Thank you.